Azt gondolom, hogy nyomot hagytam. Mai napig meglepődök, hogy megismernek az utcán. Mi mehetett annyira az emberek bőre alá a Nóczy jelenségből a való világ egyben és kettőben? Nem én voltam a jelenség, azt gondolom, hanem maga a való világ. Viszont amikor hazamentem és becsuktam az ajtót és kitöltöttem egy pohár bort, azért voltam szomorú, mert senki nem volt kíváncsi arra, hogy ki vagyok én. Hogy lett vége a való világnak számodra? Nem. Majdnem úgy mondtam, ahogy akartam, kirúgtak. És hogy akartam? De hogy akartam? Ja, a csúnyábban. A Hová tűnt mai vendége, üdvözlünk szeretettel, Cifra Noémi, Nóczy. Hello. Tökre kíváncsi voltam, hogy hogy fogsz felvezetni. Nóczy. Azt várt. Persze, így hív mindenki. Hát persze, de gyerekkorod óta. Abszolút. Jó, család. Rajtad. Én mindenki a Noémira nem hallgatok. Tehát valaki szól, arra fel se kapom a fejem. Akkor figyelj, Nóczy, hova tűntél? Eltűntél egy kicsit. Te 20 éve. Igen. Igen. És látod? Látod, hogy hogy figyelek? Feltűnt. Feltűnt. De mi van veled? Hogy élsz? Mit csinálsz? Igen, én gondolkoztam, amikor jöttem. Egyrészt azt mondtam nektek, 11 óra óta így mantrázok, hogy minden rendben lesz, nyugalom. De mi lenne nem rendben? Nem vállalok nyilvános szereplést 20 éve lassan. Egyáltalán. Tehát, hogy én sose voltam, az, hogy celebbé tettek, vagy azt rágatják az emberre, az egy dolog, de én soha nem voltam egy celeb típus. Tehát, hogy én akkor is, hogy így visszaemlékeztek, amikor a való világ volt, szerintem én pont ugyanez az ember voltam, mint most. Jó, 20 évet öregettem, oké? De... Nem látszik, és most akart, nem jó magyarul. Most én akartam mondani, igen, tényleg nem. Beléptél, és most, hogy mondod a 20 évet, tehát persze, hogy el kell, hogy fogadjam. Nagyon durva. De szerintem te tipikusan az az ember vagy, aki semmit nem változik. Bejöttél, és mondtam magamba, hogy a Nóczy. Igen. Ugyanúgy, ugyanazzal az intenzitással. Az az érdekes, hogy mai napig meglepődök, hogy megismernek az utcán. Pedig én azt érzem, hogy marha sokat változtam. Na de ezt fejtsük akkor meg. Jó? Hogy? Hát, hogy szerinted miért ismerhetnek még mindig? Oké, nem jól nézel ki, tehát ugyanúgy nézel ki, az egy dolog. De hogy mi mehetett annyira az emberek bőre alá a Nóczy jelenségből a való világ egyben és kettőben? Nem én voltam a jelenség, azt gondolom, hanem maga a való világ. Tehát, hogy ez egy annyira új dolog volt. Főleg az első két széri az még annyira szép volt és ártatlan, szerintem. Én azt nagyon szerettem. És a vízcsapból is az folyt, tehát nem tudtad úgy bekapcsolni a tévét, hogy ne az én vagy a Stól arcát tolnák a képedbe. Tehát egyszerűen beleégett az emberek retinájába. Hát meg szerintem, gyerekek, azért ez egy picit olyan is, hogy vannak emberek, akik valami születnek. Tehát nem tehetsz róla, de ha te bejössz a szobába, oda valaki bejött. Tehát ott megterik valamilyen élettel. Megérkezel. És szoktam ott mondani, hogy a kamera az durvább, mint a röntgengép. Hogyne? Tehát az átjön. Nem tudod ezt letagadni. Pont. Értelek abszolút, és köszönöm, hogy te mondod. Mert ez az én számból sokkal hülyébben hangzott volna. Egyrészt, ami tárgyilagos, hogy van egy olyan karakterem, ami nem a lánya szomszédból, hanem karakteres az arcom. Én emlékszem, amikor a való világ volt, akkor mindenki olyan hajat akart, mint neked volt. Mindenkinek szőke lett a haja, mindenki így. Mindenkinek és tudnák, hogy nekem azért ilyen, mert egyébként semmi más nem áll jól. A másik pedig, igen, hogy a kamera. Annak idején, mikor indult a való világ, már egy hónapja, én nagyon véletlenül csöppentem bele. Tehát én nem voltam se előtte tévés, se azóta. De énekesnő voltál előtte. Énekes is, meg színésznő, meg táncos, meg minden. Tehát színpadi ember voltam, de én nem vágytam arra, hogy én egy híres legyek, meg tévés, tehát nem, hanem pont az az ügynökség, akikkel én dolgoztam, akik által a munkáim jöttek, ők castingoltak, ők lettek megbízva azzal, hogy a Stól adott volt, és mellé kéne valami csajt találni. Hát nem viccelek, hogy legalább 300 lány volt ott. És tudod, ez a bemész, megcsinál, jól van, oké, szevasztok. 4 nap leforgása alatt írtam alá a szerződést, és következő hétfőn indult az egész adás. Tehát gyakorlatilag eltelt 1-2 hónap, mire én fölfogtam, hogy mibe csöppentem.
Abszolút. De akkor teljesen tévés rutin nélkül vágtál ebbe bele? Hát úgy tévés rutin nélkül, hogy de volt kamera rutinom. Tehát én rengeteg reklámfilmbe dolgoztam. Úgy értem, hogy műsorvezetői rutin nélkül. Műsorvezetői tehát, rutinom nem volt. És milyen volt az első? Igazából ugyanazt kellett csinálnom, mint itt. Tehát, megjöttél és... Jöttem és ott voltam. Tehát hogyha az embernek van egy... Létezése. Született intelligenciája, vagy a jóisten tudja micsoda, meg egy habitusa, akkor az működik. És két hónap telt el, amikor az Árpa Attilát, ugye ő volt a producere a műsornak, megkérdeztem, hogy figyelj már, miért pont engem választottatok? Hát annyi sok jó csaj, tényleg sokkal jobb csajok voltak, mint én. És azt mondta, mert te voltál az egyetlen, aki átjött a kamerán. És igen, ez a része, amit nem... Ha nincs meg, ez az az egy elem, amit szerintem nem lehet tanulni. Ezt nem lehet tanulni. Pontosan. Nem. Na, kérlek szépen, ugye úgy kezdtük a beszélgetést, azaz kezdted, hogy 20 éve, tényleg 20 éve nem szerepeltél? Elvétve igen, még azért a való világ, ugye az 2002-2003 volt. Aha. Aztán utána még azért jó pár alkalommal vállaltam ilyen reggeli beszélgetést. De mondjuk 15 éve nem. Nem. Hát 10. 10 biztos, hogy nem. 10 biztos, hogy nem. Igen. Úgyhogy az, hogy most itt ülök, az egy külön megtiszteltetés. Nagyon örülünk egyébként. Edinkának az érdeme. Igen, ő a rábeszélő. Ő a mesterasszony. Ő a kis csapatunk rábeszélő. Nem, van olyan, amikor valakivel így azonnal azt érzed, hogy megvan a hullámhoz, vagy ez az a közeg lesz. Tehát nem azért jövök, hogy jaj, mi van veled, és akkor... Arra nem vagyok kíváncsi. Tehát, hogy nem tudom már. Mondtam, megjöttem, hétköznap nem sminkelek, tök jól érzem magam otthon tretyóba, gyerekeket nevelek, két gyerekem van. Tehát én nem vágyom arra, hogy nem remegek azért, hogy szerepeljek. És így gondolkodom, még tegnap is azon gondolkoztam, hogy le kéne mondani, mondom, nem csinálok ilyet, ez etikátlan. Hogy mit fogok mondani? És hát tényleg... várja, honnan tudnád, hogy mit fogsz mondani, mit fogunk kérdezni? Hát nyilván, de hogy volt bennem egy ilyen stressz, akár hiszitek, akár nem. De egyrészt csak, hogy tisztázzunk, nem akarunk bántani. Tudom. És most folytassam a gondolatot, így gondolkoztam, és azt mondtam, hogy nem, ez valamiért most így jött. És pont azért, hogy én az az ember vagyok, és ebben semmilyen önteltség vagy nagy képűség nincs, hogy ahova belépek, ott valamit viszek, valamit átadok, hogyha nem is a szavak szintjén. És azt mondtam, hogy lehet, hogy most itt ez a dolgom, és ezért kell itt lennem. De akkor fejtsük is ezt meg szerintem. Jelen pillanatban itt ülünk, beszélgetünk, említetted, hogy két kisgyermeked van, 16 és 6 éves. Hát azért sőt, 17 ott, lesz a nagy. Sőt, már 17. Hát azért jelentős a korkülönbség a, 11 év, a két gyerek között. Egyrészt ezért érdekelne a két gyerek, hogy működik Nóci, mint anyuka. Másrészt kíváncsi vagyok arra, hogy ma mivel foglalatoskodsz, mit csinálsz? Na hát erre szokták mondani, hogy két gyerek két alomból. Tehát két gyerek két apától. Igen, a Zsombor, ő a nagyobbik, 17 éves lesz, ő 2005-ben született. Akkor rögtön a való világ... Nem, már második széria ment, amikor az édesapjával megismerkedtünk, hatalmas szerelem, együtt terveztük a jövőt, aztán mégis máshogy alakult. Tehát őt 10 éven keresztül egyedül neveltem, és 7 éve, most már több mint 7 éve ismerkedtem meg a jelenlegi párommal, akivel most lesz az esküvünk. Most nyáron a kisfiunk születésnapján, tehát ez aranyos. És ezt meg lehet kérdezni, hogy miért csak most? Eddig miért nem? Na jó Isten tudja, miért nem kérte meg eddig a kezem. Na, tessék! De egyébként jól tette, mert lehet, hogy már 52-szer visszadobtam volna a gyűrűt. Tehát azért úgy össze kellett csiszolódni. Tehát egy párkapcsolat azért melós, valljuk be. Az első pároddal összeházasodtatok? Nem. Akkor neked ez lesz az első eskü? Nem, nekem a második lesz, de az még azt a bakit 20 évesen követtem el. Igen, és akkor mi 7 éve, májusban volt 7 éve, hogy összeismerkedtünk, és gyakorlatilag 3 hónap után döntöttünk úgy, hogy gyereket szeretnénk, és mindent. Tehát annyi idősen már azért 40x évesen már az ember nem
nem variál, tehát nem fut tiszteletköröket, vagy hogy mondjam. Akarod, nem akarod, kész. Úgyhogy a kicsi most lesz július 22-én 6 éves, és akkor fogunk összeházasodni. Milyen Nóti anyunak? Hát figyelj, mindenki arra törekszik, hogy jó anya legyen. Ugye a pszichológia használja ezt a kifejezést, hogy elég jó anya. Nincsen tökéletes. Tehát, hogy ugyanúgy hozzuk a gyerekkori sérüléseinket, a lenyomatokat, a mintákat, transzgenerációsan, meg mindent, tehát azért mindaz a cucc, ami bennünk van, pszichés lélek szintjén azért roppant összetett. És hiába te arra törekszel, hogy legjobb legyél, ugyanúgy követünk el hibákat. Én látom, hogy mit csesztem el a Zsombornál. Azt gondolom, hogy sokkal jobb anya vagyok most, mint 10 évvel ezelőtt, tehát, hogy sokkal nyugodtabb lettem, türelmesebb. Nem is a türelem, több lett a tapasztalatom, a tudásom, és nem anyaként, hanem emberként, önmagammal, rengeteget. Tehát azért, hogyha az ember szeretne boldogulni, és azt úgy élni, hogy azt mondják rá, hogy belépsz és valamit hozol, amögött rengeteg munka van. Rengeteg önmunka, és ez nem azt jelenti, hogy minden nap lótuszülésben meditálok. Sokat melóztál magadon. Igen. És még mindig nincs vége. Most hozzáteszem, például pont egy tök nehéz időszakot élek. Igen, de közben meg emberekkel foglalkozol. Így van. Tehát én sem vagyok tökéletes. Miért nehéz időszakot? Miért nehéz? Most pont egy olyan... Nem? Na, akkor menjünk bele kicsit a szakmába. Tehát én mentálhigiénés szakemberként dolgozom, ez a címke. De ezt nem lehet megtanulni. Tehát, ez mit fed egyébként? A mentálhigiéné? Olyan, mint a pszichológus, csak nem tanul 5 évig, csak 2-ig. Oké? Okay? Ez egy másoddiplomás képzés. Igazából én azért végeztem el 10 éve, mert tudtam, hogy tudod, ez a legyen róla papírod vagy dokumentum, de amit tudok, azt nem az iskolában tanultam, hanem ezek saját megélt dolgok, és valami varázslatos módon mindig olyanok találnak hozzám, akik hasonló életutat, tehát hasonló problémákkal. Bocsánat, tehát te tulajdonképpen akkor ma be lehet hozzád jelentkezni, pszichoanalizálsz, és tanácsokkal látod el a hozzád fordulókat? Majdnem. Igen, hozzám lehet fordulni, de nem tanácsokkal látom el. Én abban hiszek, hogy tehát úgy segítek, mert kívülről, tudod, azt szoktam mondani, hogy ha van egy piszok az orrodon, azt te nem látod. Kell egy tükör, aki azt mondja, hogy azt kéne letörölni. Tehát kívülállóként én komplexebben rá, meg ezek tapasztalatok. Igen, nem dolgok. Vakfoltjaid vannak, igen, hanem igen, te objektíven. Igen, az ő vakfoltját én látom objektíven, igen, egyrészt, meg adott esetben egy nagyobb teljes képet látok, amit nem mondok meg, hanem... Pont azért, mert tudom, hogy honnan, hová kéne eljutnia, tehát mit kéne fölismernie magával kapcsolatban, ezért úgy irányítom a beszélgetés, hogy ő maga jöjjön rá, tehát ezek az ő felismerései legyenek. Az sosem működik, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, ezt így vagy úgy kell, vagy ebbe vagy béna, vagy hülye, vagy ezt látod rosszul, hanem meglegyenek a saját aha élményei. Egy ilyen praxist hogy lehet fölépíteni? Hogy találnak meg az emberek? Most már nyilván ennyi idő után gondolom adják tovább a híredet azok, akik, de mondjuk az elején hogyan indultál neki? Igen, tudom, hogy volt az első. Egy anyuka fölhívott, és azt mondta, hogy ő nem tudja miért, de neki így a semmiből bevillant. Nyilván van Facebookon olyan oldalam, ami kimondottan szakmai, tehát valamennyire lehetett ezt tudni, és azt mondta, hogy nekem, illetve az én lányomnak rád van szüksége, te fogsz tudni neki segíteni. Látnok volt anyuka, mert tényleg, és így egyik jött a másikból. És tudtál segíteni egyébként? Haladunk, igen. Haladtok. Igen, tehát ezek igen. Mind hosszabb távú folyamatok, ez amikor abszolút. Valakivel elkezdett. Mondjam azt, hogy egy élethosszig tartó folyamat. És hány éve foglalkozol ezzel most már? Aktívan, a fene se tudja, 3-4, de ilyen 10 éve, de közben volt a kicsi, született, ugye? Tehát jelen pillanatban akkor neked a gyerekek és ez a munka tölti ki az életedet ma. Elsősorban édesanyja vagyok, háziasszony, tehát háztartást vezetek, gyereket nevelek, a páromnak a hátországa vagyok, és egyébként vállalkozó és könyvelő és ügyintéző és csekkbefizető és minden kutyafüle. A munkám pedig az abszolút szerelem.
Tehát olyan szerencsés vagyok, aha, hogy megtehetem, nem is vállalok hogy, sok embert. Na, ezt akartam kérdezni, hogy néz ki egy napot? Tehát egy átlagos nap, hogyha látjuk Nócit, akkor mit látunk? Attól függ, hogy dolgozom, vagy nem dolgozom. Dolgozol, tehát egy komplex nap. Vannak kijelölt napok, tehát ez már így most kialakult, hogy vannak konkrét napok, ahova vállalok vendéget, és a többi napon nem. Nagyon nehezen összeegyeztethető a kettő. Ezt az érti, aki ilyesmivel foglalkozik, tehát egy teljesen más tudatállapot a kettő. Tehát az, hogy bablevest kavarok, meg közben kiporszívózok, az egy teljesen fizikai 3D-s tevékenység. Az, amikor valakivel leülök, pont a sminkes lány kérdezte, hogy online dolgozom, és mondtam, hogy nem, abban nem hiszek. Tehát nekem borzasztó fontos, hogy érzékeljem a másikat. Aha. Rengeteg információ átjön, és anélkül, hogy most ilyen marra nagy szavakat használnék, vagy ilyen rózsaszín spiribe elmennék, érzékelem és látom a másikat. Tehát, hogy beszélgetünk, nagyon sokszor van olyan, hogy kérdez valamit, vagy van egy probléma, és őszintén fingom nincs, hogy mi a tuti, tehát, hogy mi a megoldás, és így figyelek, és egyszer csak azt mondom, hogy megjött a válasz. Nem én gondolom ki, hanem egyszerűen adja. Kapom. Nem viselnek meg másoknak a problémái? Téged? Hogyha dolgozom, mondjuk így, akkor az nem. Tehát, hogy azt tudod kívülállóként. Ez a fajta szenzitivitás, vagy manapság divatosan empata, így hívják, tehát ez az empatikus képesség, ez viszont borzasztó hátrány például a baráti kapcsolataimban. Mert tehát, hogy ott nagyon mondják. Be tudom szippantani. Hát igen, meg megéled, nem? Igen, nagyon mélyen. Nagyon mélyen. Ez áldás és átok egyszerre. Bocsánat, tovább kell kérdeznem, mert elnézést a járatlanságomért. Akkor ezek szerint te majdnem ugyanazt, de mégsem ugyanazt csinálod, mint egy pszichológus. Igen, és itt most előre bocsánatot kérek a pszichológusoktól, hiszen nem tanultam, és nincs teljes rálátásom, csak részleges. De az én meglátásom, hogy a pszichológia pont azért, mert egy nagyon keretekben foglalt disziplina. Bizonyos ponton túl nem látnak, tehát struktúrák vannak, módszerek, rendszerek, amikben ők gondolkodnak. Hogy mikor jön egy ember, én azt szoktam mondani, hogy akkor, amikor azt mondod, hogy hol kell aláírni. Tehát, hogy amikor annyira szar a helyzet, hogy hajlandó vagyok szembenézni önmagammal, hajlandó vagyok beledögleni, tényleg, mert rengeteg kis halálon keresztül vezet. Tehát az a komfortos dolog, hogy jaj, minden faja, de jól él, tehát igen, amikor azt mondja valaki, minden rendben, a túrót, nincs olyan, hogy minden rendben, főleg most. Most azért ez az elmúlt 2 év, ez mindenkit megtekert, és nem a pandémia, vagy mit tudom, jó, mindenkinek megvan róla a véleménye, hanem olyan időket élünk, tehát most akkor mondjuk azt, hogy olyan energiák vannak, tehát kollektíven. Egy olyan folyamaton megyünk keresztül, amiben komolyan mondom, beledöglik, hogyha valaki nem kezd el beleállni az önmunkába. És amikor neked van, nekem is olyan, van, olyanod, hogy jaj, most nem, akkor te valakihez fordulsz? Hát, ez igen, ez 20 éve tapasztalom, tehát hogy azért ez az, hogy én mikor végeztem el az iskolát, mióta praktizálok, stb., ez sokkal messzebbre nyúlik vissza. Tehát, hogy azt mondom, hogy 20 éve mással se foglalkozom, mint magammal. Tehát, hogy vagy a fene tudja, lehet, hogy így születtem. Tehát, hogy vannak emberek, tehát ezekre így születünk, és akkor olyan nehezebb. Tehát, hogy én sokkal mélyebben élek meg dolgokat, meg sokkal magasabban, tehát nagyon nagy amplitúdon mozgok, és nagyon mélyre tudok menni. Tehát, hogy akár, hogyha átlag ember lennék, akkor azt mondanám, hogy na most depressziós vagyok. Ez nem depresszió, ezek rétegek, olyan, mint a hagyma héjai, így bontogatjuk lefele, míg eljutok önmagomba, a magyar nyelv gyönyörű, tehát a középpontomba, ahol tengelyben vagyok. És vannak napok, hetek, hónapok, hogy tengelyben van az ember, aztán jön egy pillanat, nem egy helyzet, hanem amikor lélekszinten készen állsz arra, hogy a következő szintet megnézd, vagy a következő réteget, akkor meg tudod tapasztalni, és az mindig gyötrelmes, az mindig egy kis halál. Én se vagyok tökéletes, én is, tehát a szar, akkor szar, de
pont ezért, ha csak egy-két lépéssel előrébb járok, mint a másik, aki hozzám jön, akkor már tudok segíteni. Na most az én nehézségem, hogy kevesen járnak én előttem is, és ez most lehet, hogy nagyon nagyképűen hangzik, de hogyha voltak is olyanok az életemben, hogy azt mondtam, hogy hát most teljes homály, nem tudom, de fogalmam nincs, hogy mit kezdjek magammal, és mondjuk elmentem valakihez, mondjuk nem sok ilyen alkalom volt, és így ültem, és 5 perc után azt éreztem, hogy lehet, hogy fordítva kéne ülnünk. Most viszont, hogy mondtam, hogy most egy nehezebb időszakom van, és szerintem ezen most nagyon sokan mennek keresztül, hogy tényleg elérkeztünk oda, hogy már a legmélyebben, tehát, és nem előző életek, meg kutyafüle, hanem itt és most azokat a gyerekkori traumákat, ami mindennek a mozgatója. Ez azt szoktam mondani, olyan, mint egy, tehát ez a tudatalatti program, ami bevésődik így 6 éves korig, amire nem is emlékszünk, sőt, a tudatalatti azért tudatalatti, mert ott történt valami, vagy valamik, ami nem biztos, hogy dráma, csak kisgyerekként, mondjuk 4-5 évesként aképpen éltük meg, és ezt lezárja a tudat. Nem is látunk rá, viszont ez olyan, mint egy ilyen önműködő, mint a számítógépen a vírus, hogy fölülír mindent. És nem érted, hogy mi a francért csinálom már megint így, pedig nem is így akartam, vagy miért reagálok így. És én most például pont valakihez járok, 3. heti alkalommal, volt a sors olyan kegyes hozzám, hogy valakit dobott nekem, mondjuk így, aki tőlem is többet lát. És ez nagyon nehéz. Tegnap előtt voltam nála, hát hogyha nem én élem át, és azért én már sokat láttam, sokat megéltem, és olyanokat, hogyha ezt valakinek elmondanám, azt mondja, hogy minimum lipótmező, hogyha lenne még. Tehát, hogy már nagy meglepetéseket nem lehet okozni. És ott, mikor ott voltam, hát mondjuk így egy oldási folyamatban, kérhetek egy pohár vizet? Persze. Sok dumától kiszáradt a szám. Na, hozok egy adok. Pohárra. Igen. Mert ebben ez a tiéd volt, nem? Köszönöm. Itt is hagyom magamnál. Szóval ott feküdtem a földön, ő például légzés technikával dolgozik, mert a folyamatos légzés, tehát megvan ennek a módja, orron be, orron ki, ez abban segít, hogy a tudatos elmét egyszerűen így leblokkolja. Tehát megvan ennek a módja, hogy hogyan lehet a tudatalattihoz hozzáférni, ez nagyon érdekes. Ha nem próbálom, nem hiszem el. És ott feküdtem, és azt mondtam, hogy nem fogom kibírni. Semmit nem láttam, semmilyen érzelem nem volt, viszont olyan intenzív testi tüneteim voltak, hogyha nem én élem át, és mondom ezt úgy, hogy sok mindent tapasztaltam, akkor nem hiszem el. Tehát azt beledöglök. Tegnap nagyon vacakul voltam még ezután, rengeteg pihenésre volt szükségem, és azt mondtam, hogy nem, ma el fogok jönni, mert én ezt megígértem, és valamiért nekem ez egy ilyen... igen. Flow élmény. Igen. Akkor, hogyha nagyon össze akarom foglalni, akkor jelen pillanatban, és egyébként ez nekem nagyon tetszik, a szerelő szerelőhöz jár. Hogyne? Persze. Aki mást állít, az nem őszinte. És én úgy jöttem ma ide, hogy nekem pont azért, amiért nem vállalok évek óta nyilvános szereplést, hogy én nem akarok tökéletes lenni. Tehát, hogyha a 20 év alatt lett több ráncom, vagy akármi, Vagy most előadjam nektek, hogy milyen fasz az életem, és minden kerek, és húha. Ez a legnagyobb ostobaság, tehát, hogy emberek vagyunk. Uh-huh. Emberek vagyunk. Néha meghibásodunk, néha szerelőkkel, igen. Néha így. Viszont... De rég voltam szerelőnél, tehát, hogy most nagyon kellett, és arra akartam kiukadni, hogy ott feküdtem, és így utólag ugye szakemberként konstatálva, azt mondtam, hogy igen, ez az a szint, ahol már a... sejtszinten, tehát komolyan mondom, nem volt olyan sejtem, ami ne zsibbat volna, és hú, kegyetlen volt, és olyan, mint egy ilyen nagyon durva pánikroham, tehát
Ugyanis ez tényleg így működik, hogy sejt szinten tároljuk, DNS szinten ezeket az élményeket. A magyar nyelv, ahogy említettem, gyönyörű, innen jön a sejtelem. Tehát sejt szinten kódoljuk. És igenis a testemből is kell, hogy oldódjon. Tehát lehet, hogy én már megfejtettem a galaktikus történelmet, és mindenre emlékszem, de itt és most emberként onnan is távoznia kell. És olyankor hánysz, megy a hasad, úgy nézel ki, mint saját öreganyád, tehát én képes vagyok 5 perc alatt 20 évet öregedni, meg vissza is, szerencsére. Tehát, hogy ez döbbenetes, és ez egy nagyon izgalmas dolog egyébként. Akkor ezek szerint most éppen a beszélgetésünk a javítási periódus kellős közepén van, tehát még nem van a szervizbe a cucc, de csinálják, hajtják végre rajta a reparációt. Hogyha ma tiszteletben tartva, hogy egy folyamatban vagy benne, megkérdezi az ember, hogy Noci, jól vagy? Általánosságban. Ja, úgy általánosságban. Igen. Igen, és tudod, nagyon sokszor, hogyha az ember nem balga, akkor úgy megy el szakemberhez, hogy nincsenek még komoly gondjai. Tehát, hogy nem nagy tré van meg életközépi válság, meg dráma, hanem azt mondja, hogy minden rendben velem, tehát körülöttem, nálam is. Van egy szerető párom, 2 gyönyörű gyerekem, egészséges vagyok, jól élünk, tehát hogy úgy tényleg nincsenek napi problémák. Csináljuk a dolgunkat, meg vannak a terveink, és akkor leülsz, és azt mondta, hogy minden oké. Miért nem érzem még mindig jól, boldognak magam? Érted? Tehát ez nem azt jelenti, hogy soha. Tehát biztos van olyan, hogy egyedül otthon, és így leülsz, és azt mondta, hogy bazd meg. Nem, valahogy nem kerek a dolog. Na, ott még mindig van meló. És nem tudod, miért ezek már nem, tehát sőt, semmi sem külső nem körülmény. Nem tehetem meg, hogy nem teszem fel a kérdést. Nem tehet. Egyszerűen bújik ki belőlem. Amikor te a való világgal berobbantál, és nócivá váltál, az egyébként szerintem az idegrendszernek, meg a szervezetnek a semmiből hirtelen az akkori kor legmagasabb színpadán táncolni, az egy sokkoló. Tehát az azért úgy sokkol. Melyik részére gondolsz? A stúdiómunkára? Nem, az egészre. Uh-huh. Az, hogy mibe csöppentem, tehát mire azt értelmezni tudja az ember. Mert nálad ez nem egy folyamat részeként jött, hanem ahogy elmesélted, egyik pillanatról a másikra. És nem tudom megmondani, de most beszélgetés közben nekem beugrott egy mondat, amit évtizedekkel ezelőtt kérdezett tőlem egy kitűnő újságíró barátom. Ültünk az autóba, és valahogy a semmiből jött a kérdés, hogy te Laci, te láttál már boldog olimpiai bajnokot? Hát mondom, boldog olimpiai bajnokot? Hát ne hülyéskedj velem. Hát én csak boldog olimpiai bajnok. Hát ott állnak, fölemelik a kezüket. Hát egy országnak többek között nekem is elképesztő boldogság. Utána, miután lejön a dobogóról, és egy életen keresztül azt a flash-t, azt a villanást keresi a szervezet, és a hétköznapi élet, a való élet, a való világ, az nem annyira színes, mint az a pillanat a dobogó tetején. És ettől azóta sokszor beszélgettem a csúcson járt emberekkel, és nem egy beszámolt róla, hogy belül üldözi egy életen át azt a pillanatot, és soha nem tud 100%-ig, és magát ostorozza, hogy hát itt vagyok, mit tudom én, 40, 50, 60 évesen, boldogan, kiegyensúlyozottan, és mégsem érzem azt a csít. Nem lehet, Értem a kérdésed, és ez teljesen logikus, vagy ez a szokásos. Viszont miután én nem vágytam oda, tehát nem volt benne évek hosszú munkája, teperése, vagy akármi, hogy én azt, mint egy olimpiai bajnok, aki föláll a dobogóra, hanem egyszer csak belecsöppentem, és ott is szerintem
ugyanez az ember voltam, mint most. Maximum adott szöveget kellett mondani, és de hogy lett vége? Hogy lett vége? Mindjárt válaszolok. Csak ezt befejezem, ezt a gondolatot. És én közben se éltem meg azt, hogy ez valami különleges teljesítmény, hanem valami, amire képes vagyok, megvan hozzá az adottság, munka. Tehát én már akkor is elmondtam az újságíróknak, hogy én semmivel nem vagyok több vagy jobb, vagy különlegesebb, mint egy tanár, vagy egy orvos, vagy bárki, aki remekül végzi a munkáját. Ez egy munka, amit én remekül végzek, bemegyek a stúdióba, megcsinálom, és én mindig azt mondtam, hogy olyan jó lenne így a stúdióból kijövve ezt így lerakni, és a kutya ne ismerjen meg. Én tudod, mitől szenvedtem akkor? Meg utána is? Nem attól, hogy nincs az a flash. Én nem éreztem flash-t, abszolút. Hanem attól, hogy nem lehetek már hétköznapi ember. Hogy nekem viselkedni kell adott esetben. És úgy jöttem ma ide annyi év után, hogy én itt már nem fogok viselkedni, és én szabad szájú vagyok, és azt adom, aki én vagyok. Én nem akarok tökéletes lenni, hogy most hogy áll a hajam, milyen a sminkem, és azon a bulvár itt vacakoljon. Tehát, hogy igen, én nem akartam ismert lenni, és amit összenvedtem, igen, nem válaszoltam, hogy meg, tehát adás, rohanszinterjú, tényleg így nézett ki, tehát nem volt egy percem reggeltől éjfélig, vagy még későbbig. Tehát én csináltam az adást, biztos, hogy mentem valami interjúra, fotózásra, kutyafülére, aztán volt a délutáni adás, és még volt az éjszakai adás, tehát hogy kemény volt, szerettem, bírtam, fiatal voltam. Viszont amikor hazamentem, és becsuktam az ajtót, és kitöltöttem egy pohár bort, azért voltam szomorú, mert senki nem volt kíváncsi arra, hogy ki vagyok én. Hanem egy, akármennyire is igyekeztem önmagamat adni, nem igyekeztem, önmagamat adtam, de mégiscsak egy szerep. Tehát valljuk be, ez egy feladat, egy szerep. És így egy év után éreztem azt, vagy fél év után, hogy én nem. De ott még nem voltam ennyire tudatos, mint most. Tehát, hogyha most lennék ott, profibban csinálnám, vagy ügyesebben. Ott még 27 évesen jobban benne van az a konvenció az emberben, hogy meg kell felelni és jól csinálni. Még hogyha próbáltam is őszinte lenni és önmagam, de én attól szenvedtem. Bennem például, amikor itt veled beszélgetek, az van, hogy nekem ez az aspektus, lassan 40 éve csinálom ezt, még soha nem jutott eszembe, el fogok rajta gondolkodni egyébként. Uh-huh. De ezért mondom, hogy ez mellbevágott, mert mondtam, hogy nekem ez az objektív, nekem ez az objektív soha nem jutott eszembe, ugyanis nekem az első naptól kezdve azt foglalja el az agyamat, hogy én a mai napig, és ez nem csökkent egyáltalán, én kíváncsi vagyok. Én egyszerűen kíváncsi vagyok. Tehát jött Nóci, én egyszerűen Nócira voltam kíváncsi. Ha kimegyünk innen a stúdióból, most modellezem, hogy mi történik a fejembe, én valahogy nem is szeretném, ha rám lennének kíváncsiak. Érted? Tehát amit te mondtál, hogy hazamentél, magadra maradtál, és nem... Megválaszoljam? Persze. Na, ilyen egy beszélgetés. Hát, ugye, így néz ki. Azért, mert te igazi riporter vagy műsorvezető, az riporter, az a másikra kíváncsi. Én színpadi ember voltam, színésznő, táncosnő, énekesnő, stb. Ez egy exhibicionista műfaj. Ott magamat adom. Ott... Régen, ha kérdezte valaki, még való világ előtt, hogy mivel foglalkozol, én mindig azt mondtam, hogy szórakoztatóipari szakmunkás vagyok. Uh-huh. Mert tehát az én dolgom az, hogy magamból kiárasszak, adjak valamit, amitől a közönségnek jó lesz, boldog lesz tőle, fene tudja. Hogy lett vége a való világnak számodra? Nem, majdnem úgy mondtam, ahogy akartam, kirúgtak. És hogy akartam? De nem, hogy akartam? Ja, csúnyában. Kirúgtam. Igen. Tehát, hogy volt az első két széria, volt egy szerződésem határozatlan időre, és az első és második széria között azt hiszem egy hét pauza volt, viszont a második és a harmadik között ott talán fél év is eltelt.
És ugye én szerződésben voltam, nem remektem azért, hogy folyt, tehát hogy minden áron, de akkor megismertem a nagyfiam édesapját, akkor voltam már 30 éves, azt mondtam, hogy hát itt az ideje családot alapítani, tök kerek minden. Akkor valójában ugyanúgy kezdődött, ahogy és végződött. Így van, igen. Tehát egy éles vágással ugrott bele, be, és egy éles így vágással fejeződött. Doktor Palik. Te is nyissad. Ilyen aspektusból meg nekem nem jutott még soha eszembe, aha, köszönöm. Na, de tényleg. És akkor ez egy, tulajdonképpen ez egy pillanatfelvétel az életben. Másfél év, nem is volt kettő. És mégis milyen, hát nem tudom, fura, vagy nem tudom, igen, milyen szót használjak, hogy, hogy másfél mindenki év, igen, 20 évvel ezelőtt, és most igen, egyébként azért ülsz itt, mert az a másfél év akkor megtörtént a te és a mi mindannyiunk közös életében. Szóval, de tényleg így végig gondolva, amúgy nyilván fölkészültünk, mert minden, csak nem gondoltam így végig, hogy ez egy borzasztó rövid időszak volt. Uh-huh. Nagyon. Ez, úgy fejezzük be ezt a beszélgetést, szerintem, hogy elkezdtük. Vannak emberek, akik nyomokat hagynak. Adnak egy lenyomatot. Köszönöm, hogy te mondtad ki helyettem, mert ez lett volna a válaszom. Tehát az édes kevés, hogy a csapból is az a műsor folyt, és az emberek retinájába lett égetve. De igen, azt gondolom, hogy nyomot hagytam, és azért. Köszönjük, hogy megtiszteltél nagyon minket, eljöttél. Ja, el kellett jönni. Hát ez nem kérdés. Ez a szerviz csomag része. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.